meglehetősen különleges beszélgetés szemisfőtanúi lehetnek, hogyha velünk tartanak. Már beszéltünk a kristálykoponyákról, de mondhatom akár azt is, hogy most nemzetközi vizekre vezünk, és megpróbáljuk más oldalról vagy ból megközelíteni azt, hogy tulajdonképpen miről is szólnak a kristálykoponyák, illetve mi az, ami még mögötte van, csak mi nem feltétlenül gondoljuk, hogy az mögötte van. És akkor egy névsorolvasás, Szemrei Melinda ül az én jobbomon, téged már ismeretlek a nézők, üdvözöllek, illetve Joshua Shapiro és Daisy Rainbow. Önöket is üdvözlöm ebben a műsorban. Melinda, egy percben veled, mert voltak éppen mondhatjuk azt, hogy te is azt csinálod, amit ők csinálnak, vagy megpróbálod honosítani azt, amit ők Hollandiában csinálnak? Inkább az utóbbit mondanám, én még nem csinálom, nemrég találkoztam a koponyákkal. Hát igazából fél évre tehető ez az időszak, de megfogott a bennük lévő üzenet, az a lehetőség, amit az emberiséggel tehetünk, a kristálykoponyák és egyáltalán ezeknek a fantasztikus entitásoknak a rezgése jártak. Az apropó az minek köszönhető, hogy most mi itt négyen ülünk az asztal körül, és miért kell különösképpen figyelni vendégeink szavaira? Hát a megismerkedésünk az különleges, én kerestem valami lehetőséget, és ők rögtön reagáltak, ugyanis Hollandiában tavaly tartották meg az egyik nemzetközi kristálykoponya fesztivált, ahol a világ összes kristálykoponyával rendelkező régi, új, és nem annyira régi keletű kristálykoponya megjelent, és jelen volt, és olyan fantasztikus meditációkat, gyógyulásokat lehetett észlelni ezek alatt a folyamatok alatt, ami nem csak azokra az emberekre hatott ki, akik jelen voltak a rendezvényen, hanem igazából az egész országra, vagy akár tovább is mehetnénk a földre, az élő lényekre. Említetted, hogy te nemrég találkoztál a kristálykoponyákkal. Érdekelne, hogy ők mikor találkoztak, és milyen volt az első találkozás velük? We would like to ask you, where did you meet first the crystal skulls, and how was the first meeting? My first meeting with the crystal skull began in 1982. 82-ben találkoztam először a kristálykoponyákkal. San Jose, California. Kaliforniában. And I went to a metaphysical bookstore. És egy metafizikus boltba, könyvesboltba mentem be. And my friend took out a picture of a crystal skull made from amethyst, which is a purple crystal. És a barátom mutatott egy fotót, ami egy ametisztből készült kristálykoponya volt. And when I was looking at the picture, I felt a strong vibration inside of me. Akkor egy nagyon erős vibrációt éreztem a magamba. And then about 30 minutes later there was a real earthquake in California. És körülbelül 30 perccel később valóban egy hatalmas földrengés volt Kaliforniában. And the table the picture was sitting on was also vibrating. És az az asztal, amin a kép volt, az is rengett utánozva a földrengést. So I figured I must have something to do with this. Úgyhogy nekem az az üzenet volt, hogy valami dolgom lesz ezekkel. And then a few weeks later I actually saw this crystal skull. És pár héttel később lehetőségem volt, hogy valóban is lássam ezt a kristálykoponyát. It was in an art gallery and it was for sale. Egy galériában volt kiállítva és eladó volt. And so they took the crystal out of a vault and there it was in front of me. És kivették akkor épp nézegetni, és előttem volt hirtelen a koponya. And when I touched the top part of the head of this crystal skull, mikor megérintettem a kristálykoponya tetejét, an energy that went all the way up my arm. And I saw in my mind's eye this crystal éreztem, skull hogy over my right energia az végighalad a karomon, és a vállam fölött megjelenik a koponya. Azért érdekes ez, amit mesél nekünk, mert én úgy gondolnám teljesen laikusként, hogy hogy ebben hinni kell ahhoz, hogy ez hasson. I would think that you have to believe in all this in order to De nem hiszem, vagy nem gondolom, hogy ön hit benne, mert nem tudta, hogy miről van But szó I az elején. I think that you believed in that because you didn't know even what is it about. Hogy ez használt, vagy hogy how can you just tell all this or explain? Because when I first saw the picture, something inside of me said these are important Mikor for the future of humanity. A képet, akkor valami azt üzente nekem, hogy ez a jövőt számára fontos lehet. So when you receive that kind of message from Amikor inside of yourself, amikor azt a fajta üzenetet a belsődből megkapod, you must follow it. Akkor azt a hangot követned kell. Now I didn't realize that by agreeing in that moment of time how my life would change. Nem is tudtam abban a pillanatban, amikor azonosultam ezzel az energiával, mennyire azon az úton voltam, ami igazán megváltoztatja az életem. Because when I said yes, okay, I will try to do Mert something. Amikor azt mondtam, hogy oké, rendben, csináljunk valamit. I've traveled all over the world.
bejártam ezt követően a világot. I've written two books now. Két könyvet is írtam a témában. I met my beloved wife in Holland as a result of doing a lecture there. És megismertem szeretett feleségemet Hollandiába, miközben épp egy tanfolyamot tartottam. I'm now here in Hungary with Daisy Rainbow. És most meg itt vagyok Magyarországon Daisy Rainbow-val az oldalon. Volt ennyire misztikus Daisy Rainbow találkozása a kristálykoponyákkal, de ott más lehetett a helyzet, hiszen itt egy tanfolyamról volt szó. Tehát volt bármiféle érdeklődés a kezdetek kezdetén, vagy úgy jött? So was it something you wanted to experience during this meeting with Joshua, or you met before with the crystal skies, or how was it? In 1998 in Holland, at a gathering from people, they brought five crystal skies. Tehát 1998-ban Hollandiában egy ilyen összejövetel alkalmával öt kristályt hoztak oda. Kilometers before the place where it was held, I felt the energy. Kilométerekkel attól a helytől, ahol ezt a dolgot tartották, már éreztem a rezgéseket. But I was there for only one day, and I didn't know what the energies represent. De csak egy napot töltöttem ott, és igazából nem is tudtam, hogy mit jelentenek ezek az energiák. I only felt these waves of energies. Csak az energia hullámokat érzékeltem. So I searched for this energy, for this object, what would generate this energy. És onnantól kezdve elkezdtem kutatni azután a tárgy után, ami ezeket az energia hullámokat generálja. And I couldn't find it. And after lunchtime, then the caretakers took their crystal heads and put them on the table. Mivel addig nem voltak kiállítva ezek a koponyák, nem is találtam rájuk, de aztán az ebéd után kihozták a kristálykoponya tulajdonosok a koponyájukat, és kirakták az asztalra. És kiderült, hogy mi miért van. Came up front. They wanted to see everything. És hirtelen mindenki arra rámozdult, mindenki látni akarta. And because I'm just short, I didn't see nothing. És mivel én elég aprócska vagyok, nem láttam semmit. And then I heard only one person say, but these are the crystal heads. És akkor csak annyit hallottam, hogy valaki mondta, hogy húha, hát ezek a kristályfejek. And I saw a little spot where I could see it between the people. És egy kis rés volt, ahol láthattam az emberek között. And I thought by myself, oh, these objects I can feel from my place within the back. És akkor, mikor ránéztem, azt mondtam, hogy ó, hát ezek azok, ezeket én sokkal távolabbról is érzékelni tudom. And at the very same moment I thought, why am I saying this? És abban a pillanatban hirtelen megkérdeztem magamtól, hogy hogy is mondhatok én ilyet? So I went to my place and in meditation, and from that day on, from that minute on, the door opened. Úgyhogy hazamentem, és érzékeltem az energiákat az otthonomból is, és attól a pillanattól igazából kinyílt számomra ez az ajtó. Mire használják most, ma a kristálykoponyákat? What do you use today for the crystal skies? People use them for personal meditation. Az emberek általában személyes meditációkra használják. To have clarity of mind. Hogy kitisztítsák a gondolataikat, hogy energiát gyűjtsenek, hogy védjék magukat a nap alatt az őket ért hatásoktól, és ugyanakkor, hogy rájöjjenek arra, hogy mi is igazán az élet céljuk. Mert igazából arra jöttünk rá, hogy a kristálykoponyák tükörként visszareflektálják azokat a tulajdonságokat, akik valójában a személyek. But the crystal skulls themselves, de a kristálykoponyák önmagukban which is, we believe are like living beings, tudjuk, hogy valódi entitások. Instead of carbon-based like we are, they're silicon-based. Tehát nem szén alapúak, hanem szilikon alapúak, nem úgy, mint az emberek. They tell us they have a mission to help humanity learn how to live together peacefully. Egy missziójuk van, amit az emberiségnek elhoztak, megmutassák az embereknek, hogy hogy tudnak békében együtt élni. So it's almost like they invite certain people. Hey, pick me so we, the human being and the crystal can work together to make a difference. Ez általában úgy működik, hogy szinte meghívnak bennünket, hogy gyertek, vegyetek kézbe, és akkor mi megmutatjuk, hogy mi is a feladatotok, hogy tudtok együtt dolgozni. And this is part of the reason why Daisy Rainbow and I feel almost compulsed that we must go out to
ezzel magyarázható ez is, hogy Daisy Rainbow és én gyakran érezzük, hogy ki kell menjünk, és tanítanunk kell az embereket a kristálykoponyákról, és meg kell adjuk nekik a lehetőséget, hogy saját egyéni tapasztalatuk legyen a kristálykoponyákkal. Ez a lehetőség, ez hogyan jut el hozzám jelen esetben, vagy bárkihez, aki érdeklődik? Can you just explain how does it work such a session with a private person? Yeah. For example, in his case. Right. The session is basically to provide a uplifting energy for the person. Ez egy ilyen egyszemélyes tanácsadásnak elsősorban az a célja, hogy fölemelje a személy energiáját. Which comes in two ways. Ami két úton érkezik. First, the person selects a crystal skull they want to hold. We don't pick it for them. Először is a elé helyezett kristálykoponyák közül egyet, mely őt megszorítja, ki kell választania. And when the person selects the skull, they never make a mistake. És ő maga választja, mi nem mondunk semmit. Amikor választ, akkor biztosan azt választja, because ami in that moment, that is the right one for them to work. Mert abban a pillanatban az az egy fogja tudni megmutatni neki az igazi utat. Okay, then Daisy is a universal channel for special energies. Aztán itt van Daisy, aki egy speciális csatorna az univerzum energiáinak leképzésére. So basically what she does is her waking consciousness steps aside to allow the universe to work through her as a channel. Tehát ő jelen van ezeken a tanácsadásokon, és mindegy csatorna leképzi az univerzum energiáját, és átadja az illető személynek. So that whatever is the appropriate energy to help the person in that time, they also receive that. Tehát az illető személy abban a pillanatban meg fogja kapni mindazokat az energiákat, amelyekre szüksége van. Rögtön akkor érzünk bármit, vagy ez csak később? You feel immediately, or the person feels immediately the reaction. Every or person after. Is different. Mindenki másképp reagál. Some people will say, I felt nothing. Néhányan mondanák, hogy semmit but nem éreztem. It's because there needs to be a period of time. De ez azért van, mert egy időszakra van szükség, hogy dolgozzanak az energiákkal. Lehet, hogy ez egy hét lesz, lehet, hogy egy hónap. Some people go into an altered state of consciousness almost immediately. Néhányan azonnal egy nagyon mély tudatállapotba kerülnek. And they have a beautiful vision. És csodálatos vízió lesz. Or they feel a wonderful energy. Vagy fantasztikus energiákat érzékelnek. Some people get very emotional. Nagyon sokan érzelmileg érintetté válnak. For example, when we went to Poland. Például, amikor Lengyelországban voltunk. We did many healing sessions for the people. Nagyon sok gyógyító tanácsadást tartottunk az embereknek. Also suffered from the Russians. Lengyelország szintén az orosz elnyomás áldozata volt sokan. Mi a véleménye a magyarokról? És szükségük van a szabadságra. What is your opinion about the Hungarians? Very nice people from the heart, very hospitable. Nagyon-nagyon kellemes emberek, nyitottak, melegszívűek. Plus also when we came to the airport yesterday, we just felt a very calm energy here. A repülőtérre azt éreztük, hogy nagyon kellemes energiák fogadnak. Yeah, so there must be a reason why God has sent us through Melinda to come to meet biztos, the Hungarians with the crystal skulls. Olyan ok, amiért a fennvaló minket Melindán keresztül ide küldött, hogy megismerkedjünk. Hogyha egy hölgynek kellene kiemelni azt a három vagy négy fontos tulajdonságot, amit pluszként adhat egy kristálykoponya, akkor ön személy szerint mit emel neki? The crystal skull can teach us how to open our hearts. A kristálykoponya azt tanítja meg nekünk igazából, hogy tudjuk kinyitni a szívünket. Because many people still have a lot of pain and grief on their heart chakra. Mert nagyon sok embernek a szívcsakra környékén rengeteg fájdalom és bánat honol. And when this is in a good balance, the heart chakra. És azt tudjuk, hogy amikor a szívcsakra kiegyensúlyozottan then you can also give your love to everybody. Ebben az esetben mindenkinek tudunk szeretetet adni. But first, take care of yourself. De a legfontosabb üzenet, hogy vigyázzunk önmagunkra. And it's for women and it is for men. És ez férfiakra, nőkre egyaránt érvényes. But I have to admit as a woman that the man can have been pushed a little further. De nőként azért elismerhetem, hogy mi nők egy picit előre tudjuk tolni ezen az úton a férfiakat. Na már most nem négy kristálykoponyával érkeztek, annak ellenére, hogy itt az asztalon most négy van, hanem
több kristálykoponya közül négyet hoztak ide, erre az asztalra. Miért pont ezt a négyet választották? You arrived with more than four which are seen here. Why did you choose these four ones? Can you present them? Well, these two I chose because I need to be grounded for this interview. Ezt a szélső kettőt én azért választottam, mert ilyenkor elszállok, és jó, hogy a földdel valami. So I can give answers that make sense for your listeners. Tehát ezáltal olyan válaszokat adhatok, amit igazán értenek a nézők. And then Daisy picked the other two. You can say why. És Daisy kiválasztotta a másik kettőt, ő megmondja miért. Well, these are two crystal heads that I worked in the beginning the most with, and Moses is really I love all the crystal heads, but Moses is really my dearest friend. Ez a két kristálykoponya, amivel én a munkám során a legtöbben dolgozom, és a nagyobbik, a Mózes, az egyszerűen mindenben segít, és hihetetlen pozitív rezgései vannak. Köszönöm szépen a beszélgetést. Thank és you kívánom, hogy még sokáig éljenek ezek a rezgések. I wish you that thank these you very much. Energies to work a lot. Thank you very much. Thank you.